<tört> Jó reggel kívánok! ébredni kéne már! Azért éneklem, mert közvetíti az olimpiát! Köszönöm szépen a félkorkel! Reggel 8-kor fekszik le! Vagy 10 És ezt az adást is forgatjuk az esküttem az is kijött volna. Na, mindegy. Igen. Az a lényeg, hogy nézzetek el minden butaságot, amit Máté mond, mert, de hát mert hogy keményen dolgozik. De így is, hozzám képest, ő a Wikipédia. Mi? Minden tudsz. Ami a lényeg, frisztás és snowboard az m az én vagyok, azt én közvetítem. De, szevasztok, rázókő, rajongók és nézők! Egy olyan adással készültünk nektek, ahol bemutatunk néhány autót, hiszen bemutattak néhány autót, hogyha mi bemutatjuk azt, hogy bemutattak néhány autót. Hú. És már is azt hiszem, hogy Danila lesz igaz abból a szempontból, hogy egy kicsit fáradt vagyok. Ugye volt nekünk egy házunk, ami hát gyakorlatilag az égvilágon semmit nem mutatott meg magából. Megmutatta az új festést, ami hát, a régi festés volt, ugyanúgy szponzorok nélkül. Igen, nagyjából igen. E, renderelt képeket láttunk tőlük, nagyszerű. Tehát, hogy így Gunther Steiner elmondta, hogy ők lesznek az elsők, és valóban az elsők lettek, de nagyon nem mutattak nekünk semmit. Aztán viszont volt február 9-én Red Bull bemutató, ez már azért komolyabb volt. Ott volt Horner is a bemutatónál, és én elsőre, amikor csak láttam egy kép kivágást, azt hittem, hogy ez is csak egy renderelt fotó, aztán már kiderült, hogy az operatőr járkált körbe-körbe. Szóval ez már más. Aston Martin 10-én és 11-én pedig a McLaren, ez a hét termése és nem mennénk most különösebben bele a részletekbe, hogy mi változott az autókon, mi nem változott, erre bőven lesz még lehetőségünk, meg egyrészt, hogy mi a törekvés, azt nagyon sokszor elmondtuk, de a McLaren kapcsán van ugye egy új hír, és ez viszonylag fel ropogós, hiszen az autó bemutató előtt néhány nappal jelentették be, hogy Lando Norris 2025-ig meghosszabbította a szerződését a Vokingiakkal, ami számomra meglepő, már is mondom miért, és aztán Danihoz fordulok, hogy őt meglepte, hiszen belépünk egy új érába, Amelyből egy futam sem ment le, fogalmad nincs, hogy a jellegi csapatod erősebb lesz, gyengébb lesz, stagnálni fog, vagy tartja a pozícióját, és te aláírsz egy ilyen hosszú távú szerződést. Mit szólsz ehhez? Meglepődtél egyáltalán? Mondtad már nekem ezt az adás előtt, és akkor úgy voltam vele, hogy jó. Lökler 2.0. De így, hogy most elmondtad, hogy basszus, valóban egy óriási érováltáson menjünk keresztül, és nem tudjuk, hogy hogy teljesítenek az adott csapatok, és Landon is egy kiváló tehetség, egy fantasztikus versenző. valószínű attól nagyon hosszú ideig nem kell majd félni, hogy a Forma 1 be legyen. Persze. Sőt, ha valahova lép, akkor valószínűsíthetően előre lépne majd. Lehet, hogy a McLaren nem kopja el annyira jól a fonalat, és lehet, hogy lesznek olyan csapatok, mint például a Red Bull, ahol könnyen felszabadulhat egy hely, és akár First is mehet ide-oda. Nem tudhatjuk, hogy mi történik, azért 2025-ig nagyon sok idő telik el, és Norris ezekre a lehetőségekre lecsaphatna, de így, hogy egy szerződéssel meg van kötve a keze, valószínű, nehezen csap majd le. Ugye nem tudjuk a szerződés minden részletét. Lehet, hogy ebbe is vannak okos kitételek. Hogyha a csapat nem, nem, teljesít, így, vagy úgy. nem teljesít így vagy úgy, nem végeznek egy x helyen a konstruktori bajnokságban, vagy Norris nem végez egy x helyen az egyéni bajnokságban, akkor talán szabadon felbontható. Összességében ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, de a fordított eset is igaz erre. A ügy pályafutásának ez nagyon jót tesz Norrisnak, mm -hmm. hogy ott van a Form tudja stabilan, hogy évekig próbálkozhat, nem kell semmi mással foglalkoznia, csak a versenyzése, meg, mert a szerződése megvan. Valószínű kedvező fizetési feltételeket kapott, hogy a lerenni a maradjon. Szóval nyilvánvalóan szerintem a világ 99,99%-a ennek úgy örülne, mint majom a farkának, csak Norris pont abban az 1 ban van benne, aki annyira jó, hogy még lehet, hogy ez hátul is üthet. Egyébként rátapintottál, mert hogy 2000... 18-ban? Akkor volt az ominózus, Gastlyt visszarakták? Már nem is emlékszem pontosan a Gastly-Albon csere. a Red Bullnál fölmerült, hogy kölcsönveszik Landon a szezon végéig, mert annyira, akkor még ugye csak egy nagyon tehetséges versenyző volt, azóta már szerintem a nagyon tehetségesből kinőtt, és most is Norris azt nyilatkozta, hogy nem akar hazudni, volt kettő beszélgetése, csapatneveket nem mondott, és azt mondta, hogy nagyon konkrétumig semmi Csak adtak el. el. <laughs> Igen, és a másik pedig konstruktori bajnok volt az elmúlt 7 évben, de <laughs> ezt így nem mondtak ide. lehet valószínűsíteni, hogy megkeresték a mercedes és megkeresték a Red Bull-tól. Nyilván a Mercedes miért keresette meg? Egy esetleges Hamilton visszavonulása így próbáltak felkészülni, bár én egy másodpercig nem gondoltam azt, hogy visszavonulás lett, és nyilván nem is lett belőle az, de nyilván nekik erre föl kellett esetleg b készülni. A Red Bull esetében pedig nálam mindig ott van az, és én mindig azt éreztem, hogy elégedettek perez azt mondják, hogy jó, mexikói piac, rengeteg pénz, na de ha mellé rakod Lando Norris, és el tudnád hozni, akkor lehet, hogy nem gondolkodtál volna el, Habár, bár, egy fersteppen Norris páros nekem kicsit olyan, aki, aki egymást. Nem tudom, hogy tetszik ez Valószínű, a lenne Roseberg Hamilton pároshoz, mint mondjuk Bottas Hamiltonhoz. Azt nem lenne annyira harmonikus az élet, bár ugye tényleg minden a környezetem múlik. Hiába valaki nagyon tehetséges versenyző, ha egy csapaton belül nagyon elnyomják, akkor ugye nem fog tudni úgy szerepelni, és ugye a Red Bull most egyelőre azért teljes messzélességgel Fersztappen mellett áll, de nagyon kíváncsi leszek amúgy a, a Red Bull behalcára, mivel az élen szerintem a Red Bull-en lehetnek a jövőben, a közeljövőben a legnagyobb változások. Én úgy gondolom, hogy ez a Hamilton-Russell páros, ez még a következő egy-két évben egészen biztos, hogy így lesz. Ha Hamilton esetleg megnyerné a nyolcadik címet, akkor, akkor én úgy érzem, hogy lehet, hogy visszavonulna. És Lállt. A, a, Lállt. Ha, ha, me, ha megnyeri, a, akkor, akkor lehet, hogy vége. Ha nem nyeri meg, akkor szerintem még, még próbálkozik, hogy ő azért nem olyan, ahogy feladja. És amúgy, apropó Hamilton, a héten visszatért, nem nagyon fogalmazott back? Back részletesen, hanem hogy Louis elmentem, Stark. és most visszajöttem itt teljesen <laughs> kezsű a módon. Amúgy utána töltött fel képeket, hogy családdal volt, kisgyerekekkel, anyukával, nem, nem ismertem azokat az embereket annyira, de az a lényeg, hogy szóval voltak azokat. fiatalok, idősek, fehérek, feketék, minden. Meg hát edzeget, ugye ő is, és ő is edzett, uh, London utcáin is futott hajnalban, sokan mondták, hogy veszélyes, de hát Hamilton gyors, Emilton nem kapja el senki. <laughs> és van azok a testőr figyelt rá, amit nem vett föl. Amúgy Ezt annyira kíváncsi lennék, hogy ilyenkor, hogy, hogy, hogy Biztos, él ember. Hamilton szerintem mindig, hát tüntetni is úgy ment ki annól, mikor uh, csinált meg olyan képeket, hogy azért figyeltek rá. Ő maga is szereti, hogyha ez így történik, mert úgy érzi magát biztonságban. Hát igen, azért necces egy ilyen miatt annak hát egy ekkora kaliber szerintem ez megszokott a világon. Egy gondolat erejéig térjünk vissza a McLaren, mert azt elfelejtettem mondani, hogy nem csak Landon norris sal hosszabbítottak, hanem Andrea Zeidő csapatfőnökkel, Zeg brown aki ugye viszi a marketinget, meg a kommunikációt, és James key is, tehát gyakorlatilag az egész felső vezetés, most Lehet, a szerződését. És pontosan ez jutott eszembe, Egy hogy ami, pedig nem beszéltünk össze, hogy amikor meggyőzték Louis hamilton hogy a mclaren menjen át a mercedes mert itt Louis gyere ide, mert itt olyan lesz, mint se a máshol, hogy mi van, hogyha most itt ugyanezt történik a mclaren Mi van akkor, hogyha megkereste a Mercedes vagy a Red Bull norris egy kecsegtető ajánlata, és most nem csak anyagilag gondolok kecsegtetésre, hanem hogy azt mondták, hogy figyelj, hát láttad az elmúlt éveket, mi jobbak vagyunk, mint egy gyere hozzánk. És erre a McLaren azt mondta, hogy figyelj, mi fogunk durrantani az új érában, és amíg, vagy ha esetleg kételkednél és vacilálnál abban, hogy ez így van, akkor mutatom, hogy kik hosszabbítottak. A csapatfőnök, a marketingvezető, a technikai vezető, minden felső vezető. Azért nekem ez most egy picit árulkodó jel. Tehát, hogyha most kéne úgy latolgatni egy kicsit az esélyeket, így február közepén, akkor azért azt mondanám, hogy a McLaren előrébb lesz, és fölléphet a Red Bull Mercedes szintjére. Igen, nekem ugye a McLarennel az a nagyon nehéz helyzet mindig, hogy nem gyári csapat, és ezt nem tudom elengedni, hogy nem gyári csapatként nagyon-nagyon nehéz a mai Forma ja. 1-ben az ilyen komplikált erőforrás rendszerekkel felvenni a versenyt mert egyszerűen nem lesz olyan erős a motorod, nem tudod úgy kihasználni, nem tudod már hát már McLaren Mercedes, hát már a nevében is ott van, nem lehet ebből baj, újítottak is, az előző szezonban látszott is a fejlesztés, és jó a gárda, jók a szakemberek, jó a pilóta páros, és hosszabbított mindenki. Gyerekek, nekem, nekem ez bűzlik. Én itt sejtek valamit. Minden csapat optimista amúgy, az Alpin is optimista, a Aston Martin is optimista. Tényleg, ha már a többi csapatot mondtad, akkor azért... Red Bull, e... Ferrari, itt igazából most mindenki nyerni fog. Lehet, hogy pont egy lesz a végén. A végén soroljuk még fel, 14-e, Valentin napon az Alfa Tauri, nagyon szép lesz, február 17 Ferrari, 18 Mercedes, 21 Alpin és 27 Alfa Romeo. Az Alfa Rome a kedvencem az összes közül, hogy ők csinálnak egy autó bemutatót az első téli teszt után. Hogy oké, okay, hogy jaj. ugye Spanyolországot sajnos nem fogják közvetíteni, és ez számomra Beháborító, hogy értem én, hogy a pénz beszél, de mint a falat kenyer úgy vártuk ezt, hogy minden téli tesztet várok, de egy ilyen szabályváltoztatásoknál, hát főleg a spanyol pályán, ahol ugye nagyon sok különböző szektor van, gyors kanyarok, lassú kanyarok, úgy nyitnám meg az f t a live timingot, így nézni meg, meg csak semmi nem lesz ott. Semmi nem lesz ott, így van. Nyugodtan. De azért nyilvánvalóan néhány riporter elutazik oda, mint uh, például Máté is, és fognak kiszivárogni képek, az elengedhetetlen. Persze, persze. És az Alfa romeo már pályán fogjuk látni, és aztán majd bemutatják valami animáció, vagy itt a kocsi, vagy mi? Ugye az az érdekes, hogy képek olyannyira szivárognak ki, hogy hivatalos uh, közlemény is kijött a Form 1 vezetőségétől, hogy a csapatok a közösségi oldalakra tölthetnek föl videókat ah. és képeket. Tehát Lifetiming nem lesz, úgymond élő közvetítés nem lesz, ugye eddig is csak a Sky csatorna volt erre jogosult, hogy élőben közvetítse a tesztet, de hát nagyon sok tévétársaság kint lesz, remélhetőleg tényleg mi is utazunk az m fogunk képeket csinálni, videókat, bejelentkezéseket, tehát képet fogunk arról kapni, hogy mi van, fogunk róla tudósítani, csak nem fogod te egybefüggően... Az mondjuk azért nagyon hiányzik, Egybe... hogy... Igen, egybefüggően nem fogod órákig nézni, és nem lesz időmérésed sem, Nyilván a csapatok pontosan tudni fogják, és nagyon meg lennék egyébként lepve, hogyha valami kiderül. sorrend nem jönne majd ki. Tehát azt kizártnak tartom, hogy akár ott a helyszínen is valahogyan azt ne tudjuk meg, hogy melyik csapat hogyan áll egymáshoz viszonyítva. És ugye Ennek pusztán tényleg anyagi oka van, illetve az, hogy Bahrain, amely most a koronavírus miatt előlépett szezonnyitó futamá, azt szerette volna, hogyha az egy héttel a Bahraini szezonnyitó előtti teszt lesz az úgynevezett official test, és ott hullik majd le a lepel mindenkiről, ezért a barcelonai testen egyébként néhány csapat, köztük szerintem a Red Bull is például, mint tudjuk az általában megszokott volt az elmúlt esztendőkben, nem a végleges festését használja majd, úgyhogy beszélhetünk majd utána akár autószépségversenyről, mint amiket minden évben csináltunk az elmúlt esztendők során, kinek melyik tetszik a legjobban, de lehet, hogy az még változásokat fog előhozni. Nem tudom, majd érdekes mondtad. Nagyon nehéz lesz így a tippversenyünk, nem lesz sok idő. Pontosan el akartam kiütetni. végén kell majd tippelnünk? Hát igen, mert ugye, mert ugye, nem tudom, mondtuk-e már korábban, de azt beszéltük Danival, mert annyi kérés érkezett részünkre ezzel kapcsolatban, hogy ti szeretnétek tippelni, hogy megadnánk nektek is az esélyt, úgyhogy valamelyik videóban, de még a futam kezdet, vagy az idén kezdet előtt, az első futamot megelőző hétvégén lesz a tipjátékunk, és abban majd mondunk egy határidőt, amikor a kommentekbe várjuk a ti is. Úgyhogy kérdéseket már most lehet nyugodtan gyűjteni, a szokásosokon kívül nyilván nem tudom, világbajnok, egyéni, csapat, Meglepetés, most majd az kell okosabban csinálnunk, hogy ne legyenek annyira szubjektív kérdések, hogy ilyen kinézetre ne tippeljünk, csak nyers eredményeket. Fix, fix egy válasz kell, és úgy fogjuk majd most csinálni, az is, nem befolyásoljuk így van. az is kérés volt a részletekről, hogy egyszerre, akár egy lezárt borítékba, egyszerre nem tudom, megmutatjuk, meg bemondjuk, ami a jobb, ezt meg kitaláljuk, és akkor nem tudunk egymáshoz variálni, mert ugye így megvertem Danit a múlt évben, de... A jim, amúgy meg nagyon megvertem volna. Csak olyan jókat mondtam, hogy az a bizony őt. <laughs> Na mindegy, szóval ez történt a héten. ezt most egy picit ilyen híradósabb vagy tudósítóbb jellegű adásnak szántuk. De hát ne Neris, <laughs> azt nem tudom kicsoda. Szóval a Norris bejelentése és a McLaren szerződés hosszabbítása vitte a prémát. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg a többi csapatnál lesz-e ilyesfajta reagálás, hiszen ez is elindított egyfajta lavinát, hogy Lando norris most úgymond kivették a pilota piacból azáltal, hogy 25-ig az ő keze meg van kötve. Az egyik legfiatalabb és legnagyobb tehetség Max Verstappen után 25-ig elkötelezte magát egyetlen istálóhoz. Leclerc Én szintén elkötelezett. Verstappen világbajnokként azt mondta, hogy ő nem akar mozdulni, Russell most kapja meg élete lehetőségét a Mercedesnél. szóval most szerintem egy-két szezonig ez így beáll, és aki esetleg mozoghat majd, az nálam Ricardo kérdéses, illetve hogy Sainz a ferrari nál gasly. mondjuk mit csinál, és Gasly a legnagyobb, de jó, hogy mondott, tök igazad van, mert gasly viszont mennie kéne majd az Alfa Tauriból, úgyhogy a következő nagy váltás talán az Gasly lehet fölfelé, de ahhoz ugye kellene valaki, aki a top csapatokból kimegy. Összességében már tavalyról idénre sem történt akkor a mozgás, Most mint nem. néhány évben Most nem. megszokhattuk. Amúgy még az autó bemutatókra visszaugorva egy kicsit, Nekem az egy csalódás, hogy mindenki ilyen animált képet mutat most, ahogy látjátok a Red Bullt, ők legalább egy valós prototípust építettek. Uh, nyilván szabályváltoztatások vannak, meg Covid, meg minden, de én annyira szerettem, amikor... Én emlékszem 2017-18-ban, amikor a Ferrari és a Mercedes harcolt egymással ott volt élőben, és láttuk az aero elemeket, láttuk a frissítéseket, és nagyon hasonlított arra, amit aztán valójában is használtok, és már a bemutatónál elkezdtük elemezni, sok emberes rendezvény volt, hiányzik ez a korszak, de az időpontokat mindenki tartsa észbe, lehet, hogy lesz valami nagy festés, durrantás, szerintem az Aston Martin simán változhat egy az jelentősebb valószínű. mértékben. Ugye a Mercedesre kíváncsi vagyok, beszélnek róla, hogy fekete, szürke. Elvileg nem, most nem fekete lesz hanem visszatérnek Na. majd a a szürkés Tehát az azon is belül is majd lesz esetleg zöld, lesz csillagok, lesz fekete rész, ki tudja. Nagyon-nagyon uh, kíváncsi vagyok rá. Um, és hát nyilvánvalóan az Alfa romeo például példa mindig egy nagyon szép autó szokott lenni, de azt ugye a teszteken majd uh, meglátjuk a bemutató előtt. A McLaren meg úgymond a Legóval leleplezte Igen, magát, de amire vagyok. ti látjátok ezt az adást addigra, már a rendes McLaren is le leplezve, összességében mi még a rendes McLaren nem láthattuk. Amennyiben tetszett az a videó, kérlek, nyomjátok még a lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha kedvelnétek további ilyesmi tartalmakat, és um, hagyom, hogy Máté is mondjon nektek valamit szépet, egyetek sok vitamint, legyetek kint a friss levegőben, ahogy melegedik az éghajlatunk. Jövő héten olyan adást fogtok itt látni, amilyet még soha. Úgyhogy kösétek fel a gatyátokat. Sziasztok! Hello! Ugyan nem merült le, ugyan nem merült Nem.